I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my... Még 10 percig nem jön, akkor leszünk. Nem várok itt tovább. A vacsora már is egészen eltő. Ezt nem hiszem el. Egyszer akarok elutazni. Akkor a felesége miatt kénytelen vagyok lekésni. Nem mondta hová? Egy szót se szólt. Volt itt valaki esetleg? Egész délután senki. Csak tenyér úr. Valami autós sapkája. Amint a tenyér úr elment, a nagyságos asszony is elment. De? Terítsen. Kérem, már terítve van. Akkor megtalálunk. Igenis. Halló. Kezét csókolom, mit Gerzson. A nagyságos úr kérdezteti, hogy a kettes neje vajon nincs-e ott. Nem tudom. Délután eltávozott, és még nem ért haza. Nem, kérem, nem úgy távozott el. Fogalmam sincs, kérem szépen. Kezét csókolom. Jó estét, Gerzson! Mondja a nagyságos asszony, nem érkezett még haza? Nem. Épp most érdeklődtem utána. Hajjaj! A nagyságos úr már olyan ideges, hogy borzasztó. Hajjaj! Tenyér úr nem tudja, hol. Nézze! Én tegnap idejöttem a főnök úrtól kölcsönként egy autósapkát, mert gondoltam, hogy ma leszaladok a Balatonra motorbiciklivel. Jó az idő, hát az embernek is van egy motorbiciklije, van egy kis ujja. Hát mit csináljon, kérem? Hátrülteti a nőszasárnak, aztán el kell kufogtatni, ugye? Ez felettél szórakoztató lehet. Egyszer én is kipróbálnám. Bár meg kell jegyeznem, lehet, hogy nekem nem állna jól. Ugyan már, miért beszélje neked egy kovarítat, miért ne állna jól? Mert tegyük fel, hogy felülök egy ilyen kocsinára, és felcsúszik a nadrágom, és kilátszik a csupasz lábam szára. Ugyan már, mit beszéljük az a vadásával? Hát a nők is éppen azért ülnek föl. Na de, mit beszéljek is? Nekem a nagyságos asszony. Drága jó tenyér úr, inkább legyen engedvényen el a motorbiciklizni. Hát de tudja, meg van beszélve, engem válasz egy kis nőm, három óra, erre a nagyságos asszony azt akarja, hogy őt vigyem el motorbiciklizni. És maga mit tetszett mondani? Mit mondhatsz el? Mit mondhat az ember? Tessék, nagyságos asszony, parancsoljon! Hát, ez mondja szép magától. Hát de most mit kellett volna? Mondjam azt, hogy nem, és rugassam ki magamat. Az ember örül, ha van állása. Szegény barátnője pedig egész délután hiába várta. Megérdemelné, hogy ott hagyjon magát. Hát tudja mit? Hagyjon ott. Még mindig jobb, ha az embernek nincs barátnője, mint ha nincs munkája. Na de mit beszélek is sokat kérdés? Elindulok a nagyságos asszonyra. Én természetesen elől, a nagyságos asszony természetesen hát. Karacsa magát, húzom neki, elkezdünk sűríteni. Miért szágul? Egyszer csak a nagyságos asszony vádon verődött a nyerkezt. Drága jó tenyér úr, menjünk gyorsan haza! Nekem rögtön otthon kell lennem, mert a főnök úr mindjárt hazaért. Az Istenért, mi történt? Várjon. Szágoldunk, egyszer csak polgártyán hátra nézek, hát uram, atyám, megállt benne a vér. Jaj, mi történt a nagyságos asszony? Elvesztettem. Ez borzasztó. És hol vesztette? Fogalmam sincs. Lepsénynél még meg? Ez borzasztó. És nem hallotta, hogy a nagysága kiabál. Hát de hogyan hallottam volna, amikor a motor puffog?
elképesztő, hallatlan, és tudja, mi a legnagyobb baj? Az, hogy az ember elveszti a saját feleségét, hát, igen, de ha a főnöke feleségét kereste szegény nagyságát. Nem kerestem, egész délután ott futkoztam, kompárni és lepség között. És nem találtam. Nem találtam sehol, pedig benéztem minden híd alá, minden bokorba, hátra begurva. Ha hallja, egy ilyen gömbölyű nő? Valahol kompletlenül meg kell keresni. De hát mondja meg őszintén, hol nézem? Már néztem a mentőknél, néztem a rókusban. Tudja mi? Megnézem a rendőrséget. A rendőrséget? Igen, a rendőrséget. Hát arra járt egy becsületes megtaláló, és lehet. Tudja, hogy hát ez nekem speciál, mindegy. Kerüljön elő! Jól van, de a hátsó ajtón tessék távozni, mert még találkozhatik a nagyságos úrral, és akkor magyarázkodhat. Nagyon köszönöm, fiam, a hasznos információk, maga igen jól végzi a munkáját. Bár én magát tudtam volna ellepségbe. Kivágszódik van a lábam szára, arról nem is beszélve, hogy most engem vesztett volna. Ugye, fiam, ne tesse az ördögöt a falra, mert már így is ott van. Na, én most megyek is a viszontlátásra. A viszontlátásra. Esküszöm, hogy esküszöm, hogy még meg volt. Halló? Igen, nagyságos úr. Én nem. Telefonáltam be, ha ott nincs. Ezt ugyan kereskedem. Tessék leülni, nagyságos asszonyom! Így, csak nyugodtan! Jaj, Istenem! Úgy össze vagyok törve! Hál' Istenre! Csak hogy megtaláltál a nagyságos asszonyt! Megtalált? Honnan tudja magam, hogy megtaláltam? Fenyér úr méltóztatott az imént itt járni, és ő mondta, mennyire sajnálja, hogy elvesztette a nagyságot. Fenyér itt volt? Igen, kérem. Hallatlan. Volt arc bőre ide jönni? Ott hegy engem megrengeni az országunk korába, s átlépi a küszöbömet? Hát még szól ehhez? Nagyságos asszonyom, én még ilyet soha nem hallottam. Én régi motoros vagyok, de ilyet? Egyszerűen nem tudok hozzászólni. Ugye én már régi udvaros vagyok, az udat lekotja. Az rendben van. De ott hagynék érek petrengeni az út korában. Hallottam, szemtelenség, én régi udvaros vagyok. De ilyet még bár, hogy tudom megjegyezni, hogy tudomásom szerint, mivel ezt Tenyér úr az imént adta tudtomra, természetesen visszament, és egész délután kereste a nagyságos asszony Polgárdi és Lepség közt. De hát úgy el tetszett kurulni. Keresét engem ő Polgárdi és Lepsény előtt, amikor már Lepsény előtt leestem. Ismét bátorkodom megjegyezni, hogy Tenyér úr állítása szerint Lepsény ön Lepsénynél már megvolt. Még. Még hogy megvoltam neki? Micsoda aljas vagyok, egy kicsit sem. Nem voltam meg neki, érti? Hát most mit szól ehhez, kérdezni? Tisztességes úrja. Ugye én már régi motoros vagyok. De Halida is Lepsény között tetszett elveszni, ez faktum. Persze, hogy faktum, Spiraut, Istenem, hát micsoda neve van magára. Ritka, de tisztességes, és már régi motoros vagyok, ilyesmit még sok volt, de sok volt, egyszerűen van. Nagyon kedves volt, és nagyon hálás leszek önhöz. Ó, nagyságos asszonyom, hát ahol annyi kitűnő állás van, mint az ön kedves férjének az üzletében. Ugye régi motoros vagyok, de mindig is vártam egy fegyvesítéket. Na hát legyen egészen nyugodt, én gondolni fogok önre. Nagyon szépen köszönöm, nagyságos asszonyom. Tudja, én már régi motoros. Tudom, régi motoros, de legyen egészen nyugodt. Mert a férjem cégénél egy állás biztosan meg fog ürülni. Ugyanis teszek róla, hogy ezt a gazdember tenyért, az uram ő a hátra tegyek. Ó, szegény asszony, úgy oda van. Úgy keresi a nagyságos asszonyt. Már megbocsásul, kérem. Az utas lepottyan, az rendben van. De hát ott hagyni, hallottam, szentelenség. Különben, egy inak ne szóljunk bele a dolgok állását. Kérem. Ez biztosan a nagyságos úr lesz. Jaj, gyorsan, menjen is rajtad. Spira úr, legyen kedves a vonyán keresztül távozni. Én nem szeretném, hogy
az uram erről a szerencsétlen kirándulásról tudomást szerezzen. Úgyhogy most menjen el, a férjem egy óra múlva elutazik, akkor majd jöjjön vissza. Rendben, akkor majd a szívesen várom. Tud csokolom is gyerünk a sárcsat. Menjél, menjél már. Minden tudok, elveszítettem.
Anyám, ha honnan lehet tudni? Honnan tudom? A kavarnyi mondta. Tehát hogy lehet ilyen ügyetlen? Kérem, főnök úr, lepsénynél még meg? Meg volt. A fején? Hol kérem? Hát azt kérdezem, hogy a fején volt. A fején meg? Hát Istenem kibírja ezt. Mondja meg, hogy hol volt. Hol volt? Kérem, tiszteljük meg a hátsó ülésen. Akkor meg miért nem köveztek oda? Oda közvezni? Hát de hogyan meg? Mivel? Hogyan? Mit érdezel kerék? Mondzadom az ülésen. Hát kérem, kérem, ez nem tudás. Akkor menj ilyen után. Ráülni? Hát főnök úr, kérek tisztelettel, én 82 kiló vagyok, és de még annál is több vagyok, aztán egyszer Siófoktól Pesti vagyok. Kérek főnök úr, én nem vagyok olyan viszonyban a kedves. Hát én nem olyan nagy az a szerencsétlenség. Elveszett, hát elveszett. Hát a főnök úr, kérem, hát nézze azt, hogy én most alakszok, vagy nem alakszok, vagy mellékes. Nem szabad arra csak elveszett, ez már. Hát sem főnök úr nem is bánja. És ha már állom, hát úgyis éppen elég öreg. Hát, tisztelettel megjegyezném, köztünk szóval, valóban nem volt egy nagy sikert. Hát, hogy mégiscsak meg kéne keresni, nem? Ugyan, hát tisztességből. Ugyan, nem ér az már annyit. Hát ugye, hozom. Fadon. Elvesztettem, hozzájött el nekem egy másik. Egy másik. Nézd, nekem ma el kell utazni. Nekem el okvetlenül szükségünk van rá. Hát és pardon, nő nélkül nem lehet elmenni? Pardon, elutazni? És azt mondta, honnan veszik, hogy én jövök? Tudja, honnan veszem, honnan veszem. Na tegyél, ez az, amihez magának nincsen szerintem. Valahol szépen elmegy, kerítszeket, egy autósapkát, most se érdekel, hogyha az szakad, kopott, fasad, bármiség. Te könyörülj rá, te főnökre, honnan kerítsek én ilyen? Engem az nem érdekel. Maga vesztette magának a kutya kötelessége, még a földön is előkerítené. Azt nézd, hogy használhatod el. Igen, értettem. Ilyen férje. Szegény asszony. Haló? Kérem, ére mulató? Igen. Ott szokott ülni a Kulhanek úr. Igen, Kulhanek. Nem magas szőke, hanem kicsi és fekete. Na küldje a telefonot. Haló? Kulhanek? Szervusz, itt Tenyér. Nem Kenyér. Tenyér. Drága barátom, én egy nagy szívességre szeretnék téged kérni. A főnököm szeretne elutazni néhány napra, és egy kis úti társadalra legyen szükségünk. Hát én garantálni nem tudok tenni. Igen. Igen, kérlek. Hogy mióta foglalkozom ezzel? Ma óta. Hogy mit keresek rajta? Hát, én inkább úgy kérdezem, hogy mikor kit kapok érte, ha nem. Igen. Jó. Akkor kérlek, küld a Napragója utca 3-ba. Igen, csak hatékonyan. Köszönöm, viszont ellátok. Na, telefonát? Természetesen, hamarosan itt lesz. Nézd, az igaz, hogy sietségemben azt mondtam, hogy nem állam úgy, hanem úgy. De nehogy valami régi kurva fogású vaskot tudják ide nekem. Ne, a kurva nekik nagy szakértője a témának. De ugye valóban csak utazásra kell. Maga mit gondolt, hogy mindenket? Hát tudja, ott éjszaka lesz, meg az autóban, de persze nem lesz semmi közöm. Jó. Na. Jaj, fiam, be vagy már sok. Fehér, maga itt van? Hát az nem mit? Jézusom, szegény bocsánat itt. Ebből akkora botrát. Hát körülök, hát akkor én telefonálok, hát nem kell a... Hogyan ne kellene? Miért te kellene? Miért? Hát miért? Hát itt van a lakságos asszony. Most miről van itt szó? Miről? Tenyér elvesztette az autósapkámat, aztán telefonált a valakhoz. Én elvesztettem az autósapkámat? Hát persze! Persze, hogy elvesztettem az autósapkámat. Én elvesztettem az autósapkámat. Magában nézz
Halló, kérem, Lajó! Igen, kérem, sürgős hívás Kurhanek úrnak! Nincs ott a Kurhanek! Gyorsan mondjam én neki, hogy nem kérünk semmit, és semmit a nagy ragolja, hogy a három érdek, ne küldjenek ő! Viszont hallásra! Jó estét! Jó estét! Mi tetszik? Kérem, jó magának! Ó, a becsületes megtalál! Én találtam meg a kedves feleségét. Nagyszerű. Aki az a hülyelme. Ez egy mi. Uram, én biztos rájöttem ennek, hogy nem ilyen. Én régi motoros vagyok, de én mondom, ez speciál egy hülyen. Akár ilyen motoros is maga, én biztos mondom magának, hogy én nem vagyok hülye. Pardon, ő nem hülye. Mindegy, uram, én régi motoros vagyok, de ezt az ember ki kell rúgni. Engem kérdez a nagyságosat, hogy megállt tökélet, és mi az abban, hogy bocsátsák el az ügyben? Barba, hogy jön ez ehhez? Kérem, az ember a közmutat lepontja, de ott vagy még életnek ütni a buszkorában, a legösszebbségi között. Én régi motoros vagyok. Hol odállni és lepségi között? Nem kérem lepségi előttesetet. Ez biztos? Rá, hogy biztos. Hát akkor persze, nem találtam, hát én csak lepségig mentem. Ó, kérem, én már régi motoros vagyok, de egy biztos, ezt az alakot ki kell rúgni az üzletet. Miért olyan fontos magának, hogy valaki kirúgjanak az állásából? Ó, hát kérem, ugye én már régi. Régi tudom maga, régi motoros, de ha még egyszer azt mondja maga, régi motoros, én hozz magadnak egy széket. Pardon, én régi állásnépszerű kereskedő vagyok, és hát tudja az ő állásába, ugye? Ja, hogy igen, maga régi motoros. Az. Na, akkor most menjen el innen, majd megbeszéljük ezt a kérdést. Hol tudnánk találkozni, hogy ezt ügyetek beszéljük? A Nemzeti Színháznál az óra alatt. Piros szekül, ezt fogjuk abban. A nyelvennel jól találkozni az üzletben? Mi sorra? Üzletnek a környékére ne menjen! A Nemzeti Színháznál találkozni. Tehát akkor piros szekül. Piros szekül, igen. Na most már menjen! Ki az a kurva? Megőrülök! Te hazudsz, fiam, ha nem tudnád! Drága, én esküszöm neked! Egy esküszöm!
Hol maradsz? Az Isten értel! Egy szót sem! Maga meg nagyságos izéket takarodjék el innen a házamban, mert úgy kívánom, hogy a nyakát törik. De kérem, engem a kurva ne küldött. Tényleg a kurva ne küldött? Most meg én kívánom, hogy szóljon innen. Kérem. Egy szót sem! Takarodjék innen! Na, de kérem, kurva! Engem a kurva ne küldött, kérem! Tenjél ki vele, ki az a kurva ne? Hát, nézze, én nem tudom, hogy ki az a kurva ne, de hogy mekkora pufonkat fog kapni ettől a vadmacskától, arról jobb nem is beszélni. Én esküszöm, ettől a koronekre fogok agyférzést kapni. Most meg ez a hátia ne engedek elutazni egy ilyen fontos ügyben. Ennek is van alapokat. Én, drága főnök! Igen, maga, mert folyton csak fél munkát végez. Én hogyha már elvesztette a feleségemet, vesztette volna el normálisan egészséget. Drága főnök, kérem a leszet, én elvesztettem a maga feleségét. Hát akkor mit találtam meg? Én találtam meg, kérem. Én találtam meg egy hatalmas büszkeséggel tölt. Magát? Ez büszkeséggel? Igen, én magam is egyszer megtalálom, de szóval sem érdemes. Most innen!